Jó estét kívánok! Kicsit állítom a kamerát. Üdvözlöm az első nézőt, ha jól látom, Dávid érkezett meg elsőnek. Most már üdvözlöm a többieket is. Kovács Csicek vagyok, Krisztusziomból jelentkezem. És ilyenkor hétfő este, magyar idő szerint 9 órakor mindig zsidóetikáról beszélünk. Ma is ezt fogjuk folytatni, méghozzá a Czöllakának az aspektusával. És a múlt órán beharangoztam, hogy fogjuk tanulni Czöllakának ezen az órán a metafizikai, transzcendens motivumként fogjuk mondjuk a Czöllakáról beszélni, és fogjuk még a társadalmi, történelmi motivumot, társadalmi történeti aspektust is. Aztán egy kicsit jobban beleástam, és látom, hogy az utóbbi, tehát ez a társadalmi történelmi aspektus, ez elég hosszú, ez elég kimerítő, és az az igazság, hogy viszont az előtte lévő az meg szükséges hozzá. Úgyhogy inkább azt csinálnám, hogy vennék egy nagyobb ismétlést, hogy most egy nagyobb lélegzetvételű ismétlés lenne, mióta elkezdtük a Czöllakát, és akkor a következő órán pedig viszonylag mondjuk úgy frissen, most már ismétlés után kezdünk neki egy teljesen új, már mint a Czöllakán belül egy új témának, ez pedig a társadalmi történelmi aspektus lenne. Hogyha közben üdvözlök mindenkit, látom itt van egy hosszabb üzenet, de azt Anna írta, talán az közérdekű. Andrea, János, örülök, hogy itt vagytok. Most hirtelen megszűnt. Jó. Ferenc, jó estét. Kati, neked is. Jó, idáig van. Elnézést, belepiszkáltam a kamerába, de én csak így látom az üzeneteket. Ugye a mobiltelefonról történik a felvétel. Tehát, aki esetleg emiatt bánkódik, mert várta volna ennek az utóbbinak, tehát ennek a társadalmi, történelmi aspektusnak a tárgyalását, azzal tudnám vigasztalni, hogy az ismétlés a zsidóságban az a tanulásnak a lényege, az a tanulásnak az eszenciája. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy a Mózes harmadik könyvében írva van, hogy tórákat kaptunk, tanokat kaptunk. Ami azt jelenti, hogy a tórának van két dimenziója, két arculata. Van egy írott része, és van egy szóbeli része. Most a szóbeli tant, tehát a szóbeli részét, azt is az utóbbi generációban ugye elkezdték leírni, mert világos lett, hogy nem lehet megjegyezni, nem lehet tárolni fejben ugye az információt, hogyha nincsen leírva. Mert elkezdték a nemzedékek egyik a másik után aztán elfelejteni, nem ugyanúgy emlékezni rá, ahogy korábban, ugye erről beszéltünk már korábban, még az atyák traktátusában, hogy megszűnt az eskolot, megszűntek a szőlőfürtek. Az eskolot, az az is-se-há-kolbo. Az is-se-há-kolbo azt jelenti, hogy az a férfi, akiben minden benne van. És ez a szó, ezeket a szavakat, hogyha összeolvasjuk, akkor emlékeztet az eskolot kifejezés, az eskolot pedig azt jelenti, hogy szőlőfürt. Tehát kódnyelven mondták azt, hogy Mózestől Jossziben jó ezerig, még voltak az eskolotok, ami azt jelenti, hogy azok az emberek, akikben minden megvolt ahhoz, hogy a Tórát a megfelelő módon értelmezzék, és annak teljes igazságában kapják meg, és továbbítsák. Mit jelent ez? Az, hogy Mózes volt ennek a láncolatnak, ennek a hagyomány láncolatnak a második szeme. Miért nem mondom, hogy első szeme? Azért, mert a hagyomány láncolat első szeme az mindig isteni ilyen módon. Tehát a Tórát ugye Mózes vett át, és továbbította aztán a következő generációknak. De egy idő után a generációknál már ez a tudás nem volt annyira éles és világos, és elkezdett ezzel kapcsolatban vita kialakulni. Elkezdett világossá válni, hogyha a szóbeli tant nem ugyanúgy értelmezik, nem ugyanúgy emlékeznek, akkor le is kell írni. Fölmerült tehát ez az igény, hogy le kell írni, és onnantól kezdve elkezdték leírni. De egyébként ez a szóbeli tan, aminek óriási jelentősége van, ennek a szóbeli tannak a legfontosabb forrását, amit kodifikáltak, úgy hívjuk Misna. Na most a Misnának az a jelentése, kétféle jelentése van a Misnának, az egyik az, hogy második, héberül az a szó, hogy második, úgy mondjuk, hogy másodlagos, de jelenteti azt is, hogy ismétlés. Mert úgy, ahogy jelenti valami első után a második, úgy mondhatjuk azt is, első után olvasom másodikra. A misnának, tehát a szóbeli tannak a lényege, az a folyamatos ismétlés. Az igazság az, hogy szokták azt is mondani, hogy az első tanulás,
első olvasat az csak felkészülés az ismétlésre. Miért mondjuk ezt? Azért, mert az ismétlés által fog valami valójában rögzülni. Úgyhogy tényleg azt mondom, hogy aki esetleg úgy érzi, hogy megint hasonló dolgokról fogunk beszélni, az nem baj. A legjobb az lesz, hogyha még föl is ismeri a korábban tanult dolgokat, mert az arról árulkodik, hogy ő ezt a misna folyamatot, tehát ezt az ismétlő folyamatot, ezt az ismétlő tanulást, ezt már elsajátította, és ilyen módon már nem ismeretlen számára az a dolog, amiről most már több egyére beszélünk. Jó, még egyszer akkor, tehát az elejétől, amikor azt mondjuk, hogy cödakra szoktunk asszociálni, de leginkább azért egyre. A cödaka, mint olyan, azt jelenti, hogy adomány. Illetve úgy szoktunk rá gondolni, mint ami azt jelenti, hogy adomány, és a közszájon is ilyen értelemben forog. Adunk valamit cödakát valakinek, azt mondjuk, adunk egy adományt, adjanak egy kis cödakát. Izraelben, hogyha valaki Jeruzsálembe megy, a nagyon vallásos részeken, ott sok szegény van, aki kéreget és mondja, a sabát, cödakát sabátra, egy kis hozzájárulást és is adományt szeretne sabátra, szombat napjára. Ugye? Hogy rendesen tudjon étkezni. Na most a cödakának viszont van egy másik jelentése is. A cödaka az egy olyan héber szóból jön, hogy cedek, ami azt jelenti, hogy igaz. Tamás, kitűnő a kérdés. Én nagyon őszintén mondom, hogy erre hirtelen nem gondoltam. Külön gondoltam arra, hogy a cadik, azt úgy szoktuk fordítani, hogy igaz ember. A cedakát pedig úgy, hogy adomány, de úgy is mondjuk, hogy a maga a cedek az azt jelenti, hogy igaz. Tehát ilyen értelemben, vagy igazság, ilyen értelemben pedig a cadik is azért igaz ember, azért szoktuk igaz embernek hívni, mert ugye az igazságot, az isteni igazságot cselekszi meg, és valaki azzal lesz igazán jó, azzal lesz igazán istenfélő, azzal fog mondjuk úgy, vallásetikai értelemben egy magasabb rangra, magasabb szintre emelkedni, ha megcselekszi az isteni igazságot, ennek értelmében lesz automatikusan cedik. Ugye nagyon érdekes egyébként, mert pont erről beszéltünk már többször. A zsidó vallásnak a hőse az nem az az ember, aki különleges gesztusokat tesz, olyan dolgokat, amiket nem is várnánk el tőle, hanem az, akinek tökéletes alázata van, és maradéktalanul, vagy mondjuk azt, legalább törekszik arra, hogy megközelítse a maradéktalan, a törvényeknek a maradéktalan szintjét, erre mondjuk azt, hogy cedik. És az igazság az, hogy csak az ilyenből lehet proféta. Erről tanultunk tegnap a zsidó hitelvek órán. Mózes is, mint mondtunk, milyen módon tudott ő igazán nagy, magasztos szintet elérni. A szerénység által azt mondjuk, hogy Mózes volt a világ legszerényebb embere. És ezért van az, hogy amikor a Mózes harmadik könyvét elkezdjük olvasni, aminek az a neve, hogy Vajikra, akkor a szóvégi Alef az kisebb, mint a többi. És azért, mert ezzel szeretnénk hangsúlyozni, ezzel fejezik ki a Tóra, legalábbis ugye a magyarázatok szerint, hogy Mózes az ennyire szerény volt, ennyire kicsinek érezte magát. És az az igazság, hogy a helyes istenfélő vagy vallásos attitűd, az pontosan ez. Hogy azt mondom, hogy én a saját létezésemben Istent akarom kifejezni. Őt akkor tudom kifejezni, hogyha magamat, amit korábban azt gondoltam, hogy ez az én, tehát az egómat legyűröm, félretolom, és beengedem helyére Istent. És az az igazság, hogy ilyen értelemben, vagy mondjuk úgy isteni igazságot, ilyen értelemben tökéletesen beleillik ez a szó is a képbe, hogy a cedik, az igaz ember, aki mitől lesz igaz, az, hogy Isten igazságát cselekszi meg. Úgyhogy amikor azt mondjuk például, hogy a világ nem maradt fönn csak 36 igaz embernek, vagy 36 cediknek a segítségével, arra gondolhatunk úgy is, hogy a világban senki nem volt, aki az isteni igazságot megcselekedte volna, vagy aki igazolta volna az Isten igazságát, hanem csak az a 36 ember, viszont ez már elég volt az, hogy fennmaradjon a világ. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a felvetést, kitűnő, azt kell mondjam, tényleg. Tehát a cedaka még egyszer egyik vonatkozásában jelenti azt, hogy adomány, a másik vonatkozásában pedig jelenti azt, hogy igazság. Ez önmagában véve már sejteti azt, hogy a két tartalom valamilyen módon össze kell függjen. Tehát azt kell mondani, hogy amikor mi valami adományozást, valami adakozást cselekszünk meg, az magában tartalmazza tulajdonképpen az igazság megcselekvését. Nagyon érdekes, mert amikor általában igazságra gondolunk, akkor valami, vagy igazság megcselekvését, akkor valami olyasmire szoktunk asszociálni, gondolkodom, tehát olyasmire szoktunk gondolni, hogy van valami egyenlőtlenség a világban, és én ezt az, mondjuk képzeljük el egy mérleknek a két nyelvét, és két serpenyőjét, úgy szokták mondani? Igen, két serpenyőjét, a mérleg nyelve meg ugye mindig egyik irányba ing ki.
Tehát képzeljük el a mérleg két cserpényét, és azt látjuk, hogy az igazságot azért kell megcselekedni, mert nincs egyensúlyban a világ. Amikor megcselekszük az igazságot, akkor valami éppen jelenlévő, mondjuk úgy status quo igazságtalanságot szüntetek meg, és állítom helyre a korábbi állapotot, pontosabban akkor ez lesz a status quo. Tehát az igazságot. De azt mondom, hogy ez nekem folyamatosan kötelességem, márpedig a cudakának a megcselekvése, avagy értsd, az adakozás megcselekvése, az folyamatos, mivel az igazságtalanság ilyen értelemben, most direkt nem mondtam egyenlőtlenséget, de mondjuk úgy az egyenlőtlenség és az igazságtalanság ilyen módon, az folyamatosan fennáll. Tehát ez egy folyamatos kötelezettséget ró rám. De mindjárt megvizsgáljuk akkor részletesebb, hogy pontosan hogyan kell ezt az igazságot megcselekedni, és még milyen aspektusai vannak a cudakának. Tanultunk a Maimonidésztől egy nagyon érdekes kis bejegyzést, a Hilchot Matanot Aniimból. A Hilchot Matanot Aniim az a szegényekék juttatandó ajándék. Maimonidésznek van a törvénykönyv, a Misnetóra, amiből ti is hallgattok, remélem, podcasteket, amiket közzéteszünk, hanganyagokat, és abból majd el fogunk kérni ahhoz a fejezethez, ahhoz a részhez, törvényrészhez, ami a szegényeknek juttatandó ajándékokra vonatkozó szabályokat tartalmazza. Most ezek ebben írta le a következőt. A mi kötelességünk, hogy a cedaka parancsolatának, mert amit nem mondtunk, a cedaka az egy parancsolat, az a 613 parancsolatnak az egyike. Tehát a mi kötelességünk, mondja Maimonidész, hogy a cedaka parancsolatának a megteljesítésében még inkább körültekintőek legyünk, mint egyéb tevőleges parancsolatnak a megcselekvésében. Felvetődik a kérdés, vajon miért, és Maimonidész adja is a választ, azért, mert ez zárója. Tehát az adakozás, tehát az igazságnak a megcselekvése, helyreállítása, mondjuk úgy egyensúlyba hozása, ez egy jele, vagy héberül egy szimánja, szimán, egy jele az igaz embernek, Ábrahám ivadékának, Ábrahám ősapán kivadékának. Mit látunk, ki volt Ábrahám? Ábrahám volt a zsidó népnek az ősatja. Na most Ábrahám, azt mondjuk, hogy az ő neki volt egy jele, mégpedig az igazságnak a megcselekvése. Az isteni igazságnak a megcselekvése. Érdekes módon itt gondolhatunk az imitáció dejére. Ábrahám volt az első, aki mondjuk úgy ilyen értelemben az imitáció dej módján, imitáció dej azt jelenti imitálása a dejnek, Istennek dej, ez egy latin kifejezés, imitáció dej, tehát Isten utánozva. Ha Ábrahám utánozza Istent, és ez egy mondjuk úgy egy olyan dolog, amire törekedni kell, akkor világos, és ez igaz cselekedetnek minősül, akkor világos, hogy Ábrahámnak az ivadékaitól is hasonló ivadékai felé is hasonló elvárás van. Tehát azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a jele ez az igazság, és az ivadékainak is, amennyiben ugye méltó ivadékok, és az ábrahámi módon cselekednek, az ábrahámi mintának megfelelően, tehát az Istent utánozva, imitáció dej szellemében. Még egyszer, Isten az igazság istene. Azt szoktuk mondani, Isten emet, az igazságot jelent. Azt is mondhatjuk, hogy Isten ilyen értelemben az igazság, mint a cedeknek az istene. És ilyen módon, ha ő az igazság istene, és ezt kell utánoznia mindenkinek, Ábrahámnak és az ivadékainak, vagy azoknak mondjuk úgy, akik Isten törvényét elfogadják, akkor azt mondjuk, hogy ez az Isten magára vállaló, elfogadó, most hirtelen megszokott, kell legyen az egyik jellegzetessége. Melyik nép volt az, aki a Midrás szerint, midrási történet szerint, miután Isten körbe kínálta a Tórát, ugye a tant, ami tartalmazza a törvényeket, magára vette, ugye tudjuk azt, hogy elvileg körbe kínálta minden népnek, nem fogadták el, végül a zsidók azt mondták, hogy nászavén is má, megcselekedjük, aztán megértjük. Tehát mindenféle fenntartás nélkül meg fogják cselekedni. Azt mondjuk tehát, hogy ez is az igazságnak a megcselekvése, ez egy kiemelt, megkülönböztető jele kell legyen a zsidóságnak. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogyha van, aki mondjuk zsidónak vallja magát, de nem rendelkezik ezzel a vonással, hogy mondjuk az igazságot cselekszi meg, hogy az isteni igazságot közvetíti cselekedetében, beszédében, gondolatában, akkor azt mondjuk, hogy ő azt mondja, hogy zsidó, de végül is ennek van egy elég egyértelmű jele, amit nem látunk rajta, és ami probléma, mert elvileg ez egy jele kéne legyen az elvárás szerint, ugye minek? Annak a népnek, aki megcselekszi a Tórát. Milyen Tórát? Hát Istennek a Tóráját. Isten pedig az igazságnak az Istene, így a Tóra Isten igazságát közvetíti.
Ábrahám volt az, aki ugye először belépett ebbe a szövetségbe, a Brit Milán keresztül, és utána pedig ugye a zsidók is magukra vállalták ezt, ugye Izsák, Jákob, és utána a 12 törzs. Tehát ilyen módon ugye ez által lehet egyfajta jelét mutatni annak, hogy az illető valóban mondjuk a zsidósághoz tartozik. Érdekes módon előjön ez törvénykezésben is, méghozzá a tulajdonjogot illetően. Azt mondjuk, hogyha valaki rendelkezik valami tulajdonnal, és elveszíti azt a dolgot, akkor onnantól kezdve neki újra kell létesítenie a tulajdonjogát az adott tárgyra vonatkozóan. Na de fölmerül a kérdés. Én azt mondom a bíróságon, hogy elveszett valami. Azt mondom, hogy ez a dolog az enyém. Illetve nem ez a dolog, mert akkor már körbe tudom írni. Azt mondom, hogy elveszett valami, a bíróság azt mondja, hogy a birtokunkban van valami hasonló. Honnan tudják megállapítani, hogy a tulajdonjogi követelésem az érvényes, az valós alapokon nyugszik, vagy hiteles, olyan módon, hogy én elmondom az adott tárgy vonatkozó jelet, megkülönböztető jelet. Mondhatnám azt is, simán, ugye? Mi, ahogy mondta ugye az eredeti tórai versben is Isten Ábrahámra vonatkozóak, ugye ez a megkülönböztető jel, ugye a cedek, az igazság megcselekvése Ábrahám részéről és az ő ivadékai részéről, ez a fajta cedek. Na most ilyen módon tehát azt mondhatom, hogy ha elveszik egy dolog, és a tulajdonjogot meg tudom állapítani, akkor ha adok egy megkülönböztető jelet, és azt mondják, hogy ez a megkülönböztető jel valóban él, valóban létezik, valóban magán hordja az adott tárgy, az adott objektum, akkor ilyen módon én újra tudom létesíteni az én tulajdonviszonyomat, vagy a tulajdonjogomat. Na most nagyon hasonló dologról beszélünk, amikor mondjuk egy zsidóról és a zsidó közösségről van szó, vagy mondjuk úgy egy zsidóról, és arról a népről, aki magára nézve kollektívan elfogadja Istennek a törvényeit, Isten igazságának ilyen módon való pedig megcselekvését. Hogyan lehet ezt egy hasonlatba foglalni? Azt mondom, hogy ha van egy jel, ami alapján a tulajdonviszonyt megállapítom, a tulajdonviszony tulajdonképpen az, amikor valami dolgot hozzárendelek valamihez. A tulajdont a tulajdonoshoz. Azt mondom tehát, hogy van közöttük valamiféle kapocs. Hozzárendelem egyiket a másikhoz. Most arról nem lehet beszélni, hogy a zsidó nép tulajdonolna egy zsidót, de arról lehet beszélni, hogy egy zsidót hozzárendelhetek a közösséghez, a zsidó néphez. Mi az alapja ennek a hozzárendelésnek, vagy mi alapján tudom igazolni, vagy nem maradéktalanul igazolni, de mi alapján tudok egy nagyon jó jelet ugye felmutatni, egy érvet arra van, hogy a zsidó néphez tartozik valaki, az alapján, hogy mutatja magán ezt a jelet, ezt a megkülönböztető jelet. Mi az a megkülönböztető jel? Hát az igazságnak a megcselekvése. Mert ezt megcselekedte törzs, mert ezt megcselekedte Jákob ősapánk, mert ezt megcselekedte Izsák ősapánk, és Ábrahám ősapánk az örökkévalónak a mintájára. Közben olvasom. Ezért fontos számomra, és térek vissza a törvényekbe, betétetés, mert hiába vagyok zsidó vérszint, ha nem élek törvényben. Így van, ez egy nagyon jó gondolat. Igen. Tehát az igazság az, hogy pont erre vonatkozik. Az, hogy valaki esetleg nem tartja meg mondjuk a törvényeket, az nem azt jelenti, hogy az illető nem zsidó. Ugye a zsidóságból nem lehet kitérni. Betérni lehet, de kitérni nem. Azonban azt mondom, hogy azt mondhatja, hogy zsidó, de nem rendelkezik, nem hordja magán mégis csak azt az egyértelmű ismertető jelet, amiről azt mondanám, hogy na, ez meg tudja alapítani, újra tudja alapítani, létesíteni, mondjuk úgy, ezt a hovatartozási viszonyát, vagy mondjuk úgy a tulajdon viszonyát, vagy az ő tulajdonlását igazoló viszonyt. Ugye? Jó. Ha már jeleknél tartunk, akkor ezt egy más oldalról is meg lehet közelíteni. Azt mondjuk, hogy amikor például valaki betér a zsidóságba, akkor több dolgot is ugye magára nézve el kell fogadnia, és vannak jelek is, amit magára kell vennie. Például egy zsidó férfinak, hogyha mondjuk 8 napos korában nem esett át a Brit Milának a folyamatán, a Brit Milának az aktusán, akik az... Ezt nem teljesen... Érdekel, ezt nem tudom, hogy ez nem egy befejezett mondat, úgy látom. Tehát a brit... Tehát átkeresztül a brit mila a szövetsége. A brit azt jelenti szövetség, a mila pedig a hagyományos körülmetelkedést jelenti.
Tehát azt mondom, van egy ilyen jele a zsidó férfiaknak, hogy belépnek az is, ugye Ábrahám szövetségébe, ugye betérnek például a zsidó vallásba, akkor át kell esniük ezen is. De van, akik az asszimiláció alatt kitértek, azok is zsidók. Természetesen, pont ez nem térhetnek ki. Azt mondom, hogy lehet, hogy más egyház őket elfogadja onnantól kezdve a saját egyházuk tagjaként, de a zsidóságra nézve ebből a szempontból ennek nincsen relevanciája. Az már mint relevanciája van, az nem jó természetesen. Azt nem üdvözli a zsidóság, hogyha valaki mondjuk egy másik vallásra tér át, de ettől nem fog megfosztatni a zsidóságától. Sőt, tovább megyek, hogyha már valaki betér, ugye pont azért ennyire szigorú például a különböző betérési dolgok, mert utána abból nem lehet kitérni. És utána, hogyha valaki, és még nagyon sok olyan van például, aki nem választja a zsidóságot, hanem beleszületik, és így sem tartja a törvényt. Hát ugye nyilván csak az az optimális, akkor sietetjük a megváltás eljövetelét is, hogyha minél többen megcselekedjük mondjuk, hogy Isten igazságát, tehát törvénytartó, zsidó vallásjogtartó zsidóként élünk, ilyen módon pedig nyilván elsősorban hatásfok javításra van szükség, tehát azok, akik hivatottak megtartani, vagy elvileg kötelezettek megtartani ugye a Tórának a zsidóságra vonatkozó törvényét, és szándékosan mondom azt, hogy zsidóságra vonatkozó, mert vannak univerzális törvények, amik mindenkinek szólnak, tehát ilyen módon a Tóra minden embernek szól. Tehát azt mondom, hogy ha pedig valaki esetleg még nem tért be, akkor azt mondják, hogy ugye nincsen semmi probléma, mert ugye nem kell mindenkinek ugyanolyannak lenni. Lehet ugye Tóra követő az ember nem zsidóként is, olyan módon, hogy megtartja azt a hét törvényt, az univerzális törvényeket, és olyan módon is, hogy mint zsidó, hogy megtartja azt az 613 törvényt, vagy a halakákat, most ezt gyakorlatilag mondjuk. De azt mondom tehát, hogy az egyik szövetségbe lépésnek a feltétele mondjuk a zsidó férfiak esetében a hagyományos körülmetélkedés. Azonban van egy még általánosabb dolog, ami nem csak zsidó férfiakra vonatkozik, ez pedig a cedaka. A cedakának a magára vállalása, és ez nagyon érdekes dolog. Mert ez a betérésnek egy aktusa. Azt mondják, hogy a cedaka az a szívnak a körülmetélése. Mit jelent ez? A haszid filozófia, hogy a körülmetélkedés tulajdonképpen olyan, és beszéltünk akár a szív körülmetéléséről, vagy akár ugye a klasszikus, a fizikai körülmetélkedésről, ez a haszid filozófiai megközelítésben mond el egy olyan példát, hogy van a klipa, ami fedi mondjuk ugye szentséget. És az a mi feladatunk, hogy ezt a fajta fedést, ezt a fajta klipát, amit magyarul úgy mondjuk, ezt eltávolítsuk. Jó estét, Hava, örülök, hogy itt vagy. Ezt eltávolítsuk. És azzal, hogy eltávolítjuk azt, ami takarja Isten valóságát, Isten revelálódását, megnyilvánulását a világban. De most azt mondjuk pont ennek a hasonlatára, hogy a szívnek a körülmetélése, vagy mondjuk úgy a klipájának, a héjának az eltávolítása, és ezt a hét nagyon könnyen átalakíthatjuk gondolatban, mondjuk úgy kéregre. Ugye, amikor a szív megkeményedik, mert melyik az a pillanat, amikor nem adunk segítséget a hozzánk fordulónak, vagy nem adunk egy olyan segítséget, amivel elvileg nekünk az igazságot helyre kéne billenteni, akkor, amikor megkeményedik a szívünk. És azt mondjuk, hogy nem vagyunk már annyira érzékenyek ezekre a dolgokra, nem érdekel minket, nem vagyunk érzékenyek az igazságnak a fontosságára, nem érezzük azt, hogy a másik embernek a szenvedése, a nélkülözése, az ugyanúgy az én nélkülözésem is lehetne, sőt, az igazából az én nélkülözésem, mert én a másik nélkül nem lehetek teljes. Ez erről a haszid filozófia kiemelten a harmadik Lubavitchi Rebbe rengeteget beszél, a Tzemach Tzedek. Tehát azt mondjuk, hogy ugye ez a cudaka, ez ennyire fontos, hogy ez egyfajta jelként jelen van. Volt a cudakának egy másik aspektusa is, közben olvasom Lászlónak a kérdését. Keresztények 100% nem hallott semmit a Noé hét törvényéről, viszont a 10 parancsolatról tud. Én azért ebben biztos vagyok, hogy nem 100%. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan azért azt szerintem ismerik, de az igazság az, hogy azt tudom, hogy Chabad berkein belül ez egy kiemelt fontosságú projekt, hogy megismertetni a hét univerzális törvényt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért ez terjedben olyan nagyon folyamatos, de hát az igazság az, hogy mindezek előtt ugye jelenleg a világ azért nem azon a fokon tart, hogy esetleg kifelé kellene néznünk, hogy kik azok, akik nem cselekszik meg a hét törvényt, hanem azt kéne megnéznünk elsősorban, hogy akiknek meg kell cselekedni a 613 parancsolatot, azok vajon milyen mértékben cselekszik azt meg. Ezért van az, hogy elsősorban nyilván
ugye a zsidóság is azokhoz kommunikál elsősorban, akik zsidók, és akik viszont nem vallástartók, vagy akik nem tartják ugye a parancsolatokat, mert ott kell ugye elkezdeni a dolgot. Mondjuk úgy, az ember a saját házatáján sepreget. József, sokunk családja nem az asszimilálódás miatt alkalmazkodtak a környezetükhez, hanem az üldöztetések miatt. Sokunk családjait meg akarták ölni, és csak így tudtak túlélni. Ez teljes mértékben így van. Ez világos. És pontosan ezért természetesen az asszimilációs folyamat, amikor valaki az asszimilációról beszél, azt gondolom, hogy azért nagyon kevesen beszélnek erről, legalábbis én azt gondolom, hogy azért egy józanul gondolkodó ember az nem beszélhet erről, és egyébként se lehet beszélni bármilyen formában, nincs annak értelme ítélkezni. De pláne, hát aki ismeri a történelmi, hogy milyen a történelme ugye a zsidóságnak, annak azt gondolom, hogy tényleg semmi értelme nincsen ítélkezni bárki fel. Itt nem állásfoglalásról van szó. Itt nem arról beszélünk, hogy valaki rosszul tette. Hát ha valaki az életét mentette meg így, akkor az úgy látszik, hogy szükséges tett volt. Inkább arról van szó, hogy egyszerűen maga az asszimiláció ténye, az nyilvánvaló, az nem egy örömteli dolog. Bármi is az oka. Nem kell ahhoz nekem valakit elítélnem, hogy azt mondom, hogy az, ami történik vele, vagy amin át kell esnie, az egy szomorú dolog. És amúgy is azt gondolom, hogy általában véve nem kell ítélkezni a másik felet. Azt Isten megteszi helyettünk. De azt mondom, hogy ettől függetlenül az megállapítható, hogy a zsidóság szempontjából az a zsidó, aki hisz az eljövendő világban, aki hisz a megváltatásban, és hiszi azt, hogy ez a vallás által fog megtörténni, annak nyilván az asszimiláció az egy fájdalmas folyamat. Az azt mondja, hogy az asszimiláció az nem egy pozitív dolog. De egyébként hozzáteszem, hogyha nem vallási szempontból nézem, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy én nem vallásosak vagyok, de azért valami hagyomány az fontos. Én azt gondolom, hogy az embernek az identitásához fontos az, hogy bizonyos szokásokat megtartsa. Nem feltétlen fontos, nem kell ez feltétlen vallás, ez csak egy mellékes dolog. Én azt gondolom, hogy a vallás az nagyon fontos, nagyon szükséges, de ez már egy másik tészta, ez már ahogy én gondolkodom erről. De az a lényeg, hogy az asszimiláció nem elítélendő, hanem sajnálandó megfejed. És szerintem ebben nagyjából ebben talán egyet tudunk érteni. Mármint azok, akik mondjuk vallásilag elkötelezettek, és szintén hasonlóban látják, vagy elfogadják a Tóra törvényeit, és a megváltásnak a kulcsát is mondjuk ebben látják, vagy nem ebben látják, ebben fogadják el, mert ugye a Tórából ismerjük, hogy mi a megváltásnak a kulcsa. A mai asszimiláció sokkal veszélyesebb, kb. Csak Izraelben, és az USA-ban van jövő a zsidóságnak szerintem. Most egy fél pillanatra, mivel mégiscsak azért ez egy ismétlő óra, megvan az a lehetőség, hogy kiterjünk ilyen dolgokra, úgyhogy szívesen reagálok erre. Ugye nem mondom, hogy válaszolok, mert ez nem egy kérdés volt, ez egy gondolat. Tehát azt nem tudom, hogy az asszimiláció az ma veszélyesebb, mint más helyen, mert ma nem, én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy ezt talán többet kéne azon gondolkodni, hogy összehasonlítva, de hát azt gondolom, hogy az asszimiláció az ugyanúgy Izraelben is történik. Attól, hogy most kulturális értelemben mondom, vagy az Egyesült Államokban is. Attól, hogy valaki egy nagy zsidó közösségben él, attól még természetesen ott is előfordulnak azok olyan dolgok, és nem is ritka, hogy esetleg a közösségen kívül találja meg utána az életet. Vagy azt mondjuk, hogy Izraelben ugye van egy nagyon nagy nem vallásos közösség, és van vallásos közösség is. Tehát itt ugyanúgy, és Magyarországon is van nyilván vallásos közösség és nem vallásos közösség. Tehát az asszimiláció bizonyos értelemben mindenhol jelen van. Izraelben nyilván annyival talán biztosítottabb a helyzet, hogy ott a zsidók egyszerűen nagyobb számban vannak, és így azt mondom, hogy valaki, hogyha még nem is vallásos, de egy másik zsidóval házasodik össze, akkor ilyen módon utódlás szempontjából mondjuk a zsidóság az folytatódik. De nem vallásmegőrzés vagy hagyománymegőrzésnek a szempontjából feltétlenül. És csak egy mellék gondolat volt, mert Tamás, te is ideérted, amit te gondolsz. Ábrahámnak hite volt, a hit nyíltát tesz, a vallás zárta. Én nem szeretném ezt a kettőt megkülönböztetni, mert azt gondolom, hogy a zsidóságnak pont ez a lényege. A zsidóság ugye nem csak hitben gondolkozik, hanem pontosan vallásgyakorlásban. A hit azáltal tud leghitelesebben megnyilvánulni a zsidóság szerint, hogy ez nem csak gondolati szinten tartja magát, hanem cselekedeti szinten is. És ilyen értelemben pedig azt mondom, hogy a vallást, ha
azt gondoljuk a cselekedetnek, azt gondoljuk a szertartásnak, vagy a keretrendszernek, akkor igazából az teljes mértékben fontos. Pont azért beszélünk halakikus zsidóságról, halakikus alapon működő zsidóságról, törvényi alapon működő zsidóságról, mert ez cselekedeteket követel meg, és nem gondolatot elsősorban. Tehát ilyen értelemben azt mondom, hogy Ábrahámnak hite volt, de amikor eszmefuttatás van arról, hogy kinek a cselekedete volt magasabb szinten, Ábrahámé, vagy mondjuk Mózesé, vagy mondjuk, ha valaki ma megcselekszik egy parancsolatot, akkor azt mondjuk, hogy paradoxul hangzik, de ha valaki ma megcselekszik egy parancsolatot azért, mert tudja, hogy az egy parancsolat, és nem azért, mert ösztönösen érzi, hogy Isten ezt akarja, akkor, akkor az korábbinak, az előbbinek, tehát aki a parancsolatnak a parancsolat volt, amiatt cselekszi meg az isteni akaratot, az egy még magasabb szinten van. Miért? Mert az egyik esetben egy ráérzésről van szó. Ábrahám ugye ismerte Istent, kapcsolatban volt vele, de nem kapta meg a parancsolatokat. Ösztönösen érezte, hogy mi Isten elvárása. Mi azonban azt mondjuk, hogy mi már azért cselekszünk meg valamit, mert azt kifejezetten parancsolatba kaptuk. Ó, itt közben annyi hozzászólást kaptam, úgyhogy legyen az, hogy az órának az utolsó 10 percében, még egy 20 perc múlva erre visszatérek, jó? Erre egy válaszolok, de ti persze nyugodtan írjátok le közben a véleményeteket, gondolataitokat, csak azt gondolom, hogy mégis érjünk el ugye ennek az ismétlésnek a végére. Jó, tehát még egyszer, a cödakának tehát a lényege az volt, azt mondtuk, hogy ez a szívnak a körülmetélése, szívnak a körülmeteltetése, és ilyen módon egy megkülönböztető jele a zsidóságnak. Most volt egy második aspektusa is a cödakának, ugye azt olvastuk Maimonidesznek a könyvéből, a Hilchot Matanotanaimból, tehát a szegényeknek jutató ajándékból, ajándékok törvényeiből, hogy idézve Jesaja prófétának a könyvéből, igazság által szilárdulsz meg, igazság által szilárdulsz, még távol lész a nyomorgástól, mert nem kell félned a rettegéstől, mert nem közeledik hozzád. Jó, lerövidítve, Izrael trónja és az igazság vallása, ez által alapítatik meg, ez által tartatik fenn. Mit jelent ez pontosan? Ez arra utal, ugye mit jelent az igazság vallása ezáltal tartatik fenn, cödak által, és ezáltal alapítatik meg. Az igazság szerint az olyan dolgokra utal, amik Isten akaratával megegyezők, vagy mondjuk úgy, amiben Isten nevét dicsőítem. Hogyha én, mert az eredeti héberben ugye a cödaka szó van megemlítve, hogyha a cödaka az, ami által fönn mondjuk megalapítatik az igazságnak a vallása, és ezáltal tartatik fenn, akkor azt mondom, hogy ez a cödaka, ez egyfajta formája Istennek a Isten nevének a megszentelésének. Miért? Azért, csak közben olvasom a válaszokat, amikre később fogok tudni csak reagálni, tehát azért, mert azáltal tud megalapítatni a vallás, ugye cödaka által, az igazság megcselekvése által, és azáltal tud fennmaradni. De most az igazság által Isten nevét is megszentelem. És ez azért is nagyon fontos, mert ha Isten nevét megszentelem, mint zsidó, akkor egy idő után, hogyha ennek megfelelően, ennek az igazságnak a szellemében cselekszem, akkor mások is látni fogják a cselekedetemről, hogy az jó. Most ilyen módon azt mondom, megalapítok, létrehozok egy mondjuk viselkedési kódexet, amit a Tóra előír. A Tóra Isten igazsága. Ha én ezen igazság szerint, ezen cedek szerint viselkedek, akkor azt mondom, hogy ezzel már megalapítom elsőként mondjuk úgy az igazságnak a vallását. Egyfajta rendszerként őrzöm ezt meg. Ha pedig én ezt megőrzöm, és mások látják, és mások azt látják, hogy ez egy jó dolog, ez egy olyan dolog, amire érdemes törekedni, akkor nem csak megalapítom, de miután én már nem élek, mások azután is követni fogják mondjuk az utamat. Vagy más népek, akik eddig mondjuk nem fogadták el ezt igazságnak, végül elfogadhatják igazságnak. Ezzel kapcsolatban fogok most idézni, tehát a Kidusa Semmel kapcsolatban most ezt olvasnám föl. Vannak más olyan dolgok, amik Isten nevének a profanizálását végzik, mondjuk úgy, vagy Isten nevének a megszentségtelenítését. Azért mondom, hogy megszentségtelenítés, mert a megszentségtelenítés nagyon intenzív szó, van egy olyan tartalma, mint hogyha valamit bepiszkolnánk. Itt valójában sokkal inkább szó szerint, nyelvtani szerkezetnek megfelelően kell a megszentségtelenítésre gondolni. Nem arra kell gondolni, hogy van valami szép csillogó dolog, mondjuk ezt szentnek, amit bepiszkolok,
összemázolok valami kosszal, hanem arról van szó, hogy kitépem a héjből ezt a fajta fényességet, megfosztatik ettől, ez már a megszentségtelenítés. Tehát durván hangzik a megszentségtelenítés szó, de igazából az nem az aktív bepiszkolását jelenti valaminek, bemocskolását, hanem csupán annyit jelent, hogy megfosztatom az addig is szent státuszától. Pontosan ezt jelenti a Hilul Hashem. A Hilul Hashem jelenti azt is, hogy megszentségtelenítés. A Halel, a Hilul, azt jelenti, hogy üres tér, vagy űr, vagy valami vákum. Na most ahogy mi tudunk beszélni mondjuk légüres térről, légüres tér alatt azt mondjuk, hogy ugye nincsen oxigén, amiben mi nem tudunk létezni. Hasonlóan van mondjuk olyan tér, amiben nincsen mondjuk spirituális tér, amiben nincsen benne Isten. Tehát mondjuk azt, hogy ott keletkezik egy űr. Ez jelenti azt, hogy Mehale Hilul Hashem, Isten nevének a megszentségtelenítés, tehát a kitépése az adott helyről, hogy Istent elvonom, Isten szentségét elvonom az adott helyről. Mik képezik ezt a cselekedetet? Na most olvasok pár példát erre, nem akarok belegabajodni a mondatba, jó? Tehát, amikor egy ember olyan dolgokat tesz, ami arra fog készíteni másokat, hogy róla derogáló módon beszéljenek, elítélő módon szóljanak róla, még hogyha ezek az aktusok, ezek a cselekedetek nem is jelentenek valami durva törvényi kihágást, de mégis ad arra felületet, hogy támadható legyen a viselkedési forma, de azt mondjuk, hogy ez már Isten nevének a megszentségtelenítése. Még egyszer, mi van hangsúlyozva? Nem kell feltétlenül egy durva törvényi kihágásra gondolni, hanem elég erre gondolni, hogy nem a megfelelő módon viselkedik. Most ez azért érdekes kérdés, mert hogyha a cudaka az egy parancsolat, akkor a cudaka egyben törvényes. Tehát, hogyha valaki nem cselekszi meg az igazságot ilyen módon, tehát nem cselekszi meg Isten nevének a megszentelését, hanem profanizálja, akkor ilyen módon végül is törvényt is sért. De értjük azt, hogy most több szögből próbáljuk megközelíteni a dolgot. Mondjuk egy példát. Ha például egy ember vásárol valamit, de nem fizet pontosan, nem fizet határidőben, vagy hogyha valaki rossz stílusban tréfálkozik, vagy nem a megfelelő módon étkezik és iszik, vagy hogyha a többi ember felé nem gyengéden, nem kedvesen nyit, vagy hogyha nem fogadja el a többi embert, akkor az illetőre azt mondjuk, hogy ő megszentségteleníti Isten nevét. Nem kell feltétlenül, hogy valami durva dolgot csináljon, elég ennyi, hogy nem sugározza magából a szívélyességet. Ugye? Vagy egy kis hiba, nem pontosan fizet, elmarad a határidővel kicsit. Ez volt az egyik oldal. Most nézzük meg a másik oldalt. Ha azonban a bölcs nagyon körültekintő a viselkedését illetően, hogyha beszédében, ahogy a többieket megszólítja, abban gyengéd, hogyha kedves a többi teremtményhez, tehát bárkiről beszéljünk, megnyilvánult világos kedvesség, melegség formájában közeledik a másik felé, hogyha nem célja visszavágni. Tehát ha valaki vitatkozik vele, nem célja dafke visszavágni, még akkor sem esetleg valaki támadja picit, hanem még ilyen helyzetben is udvariasságot tud tanúsítani, és aki anyagi, üzleti ügyeit is sértetlenül vezeti, és nem fogadja el esetleg a tudatlanoknak a gyakorításságát. Most ez mit jelent? Ez nem azt jelenti, hogy nincs tudatlanokkal együtt, és ilyen módon adott esetben a bölcs taníthatja is a tudatlan, hanem azt mondjuk, hogy azt mondanánk, hogy bölcs, tehát nagy tudatudása van, de nem ennek a tudásnak a szellemében cselekszik, hanem inkább mondjuk a tudatlanok viselkedésének a szellemében cselekszik. Tehát aki nem így tesz, hanem mindig tóratanulással foglalatoskodik, talitba burkolja magát, és tfilinnel, tehát ugye az imaszíjjal, ami a karra és a fejre teendő fel, és az imaszíjjal a tfilinnel koronázza magát, ugye azért koronázza, mert az is ugye a fején van, és mindezeken túl, még a kötelességén túl és megcselekszi. Tehát nem csak azt teszi meg, ami a kötelessége, hanem olyan dolgokat is megtesz, ami a törvény betűje szerint nem lenne feltétlen a feladata, de még azokat is megteszi, egészen addig a mértékig, hogy a környezete elkezdi őt megbecsülni, elkezdi őt szeretni, sőt, megpróbálnak mondjuk úgy versenyre kelni az ő cselekedeteivel, megpróbálják leutánozni a cselekedeteit, de most az ilyen emberre mondjuk azt, hogy megszenteli Istennek a nevét. Milyen érdekes. Ugye azt mondtuk, hogy elkezdenek törekedni arra a viselkedési formára, amit ő képvisel. Ő milyen viselkedési formát képvisel?
Isten nevét szenteni meg. Milyen módon? Hogy Isten igazságát hirdeti. Kifejezett módon. Nem csak semleges. Nem arról van szó, hogy nem tesz rosszat. Arról van szó, hogy a kötelességén túllévő dolgokat is megtesz. Ez Isten igazságának a megcselekvése. Na most a többiek pedig elég, hogyha ezt a viselkedést próbálják utánozni, azt mondjuk, hogy azzal már ők is valami hasonló szellembe tesznek. Miért? Mert az, aki Isten nevét megcselekszi, az bizonyos formában azt mondjuk, hogy az imitáció dejt, tehát Isten utánzását cselekszik meg. Azok pedig, akik ezeket utánozzák, tehát akik Istent utánozzák, azok is végül is már egy másodlagos forrásból, de mégiscsak továbbra is Istent utánozzák, tehát végső soron ez a kidus Hashem, Isten nevének a megszentelése, pont attól igazán megszentelés, hogy ez kiteljesedik, ez kiterebélyesedik, és ilyen módon egyre univerzálisabban, egyre egyetemesebben lesz elfogadott. A harmadik aspektusa a Cedakának, és erről is beszéltünk már, az pedig az, hogy Izrael a Cedaka által fog megváltatni. Ennek a kapcsán beszéltünk arról, ugye még egyszer, Cedaka által, tehát az igazság által fog megváltatni. Tudjuk azt, hogy a zsidóságban a megváltást azt a messiás király fogja elhozni, vagy héber kifejezése Malach HaMashiach. Ő fogja elhozni a teljes és végső megváltást. Ez nem azt jelenti, hogy amikor a messiás megérkezik, akkor ő már egy teljesen, ugye ilyen megváltatott állapotba érkezik, ellenkezőleg a messiás eljön, és ő fog elvezetni minket, ez a messiás király fog elvezetni minket a megváltásba. Na most, amikor megváltatunk, azt mondjuk még egyszer, igazság által váltatunk meg, ami azt jelenti, hogy a messiás királynak, egy olyan királynak, egy olyan vezetőnek kell lenni, aki Isten törvényét, tehát az isteni igazságot hozza le a földre, és éri el azt, hogy azt betartsák. Most milyen módon kell betartatni ezt a törvényt? Tanultuk azt, hogy a messiás király, ő Dávid házi király lesz. Mit tudunk Dávidról? Korábban ugyanezen óra keretein belül már tanultuk azt, hogy Dávid királyra az volt a jellemző, amit az Avot traktátusából tanultunk a Sanhedrin kapcsán, illetve, vagy Sanhedrin? Nem, a Simon kapcsán, nem, az Ásik Neszetak Dóla kapcsán, ugye, a Szent Gyülekezet kapcsán, akiknek voltak tanításai. És az egyik tanítás az, hogy legyetek mértéktartóak és higgadtak az ítélkezésben. Na most, Dávid királynál mondtuk, hogy Dávid király magán hordozza ezt a fajta jellegzetességet. Dávid királynak jele ez a fajta kíméletesség, vagy ez a fajta higgadság. Miben látjuk ezt? Hát például abban, hogy Dávid király egy olyan király volt, aki hétköznapokon folyamatosan tóra tanulással, paszkenolással volt elfoglalva. Mit jelent a halakikus paszkenolás? Az, vagy mit jelent a paszkenolás általában? Egy ítéletnek a meghozása. Tehát van valamiféle kérdés, és megmondani, hogy azzal kapcsolatban mi a törvényi álláspont, hogyan kell azzal kapcsolatban mondjuk eljárni. Na most a Dávid királyhoz folyamatosan a Gemara Brachot traktátusa beszél erről, amit ha minden igaz, a Slomo Rabbival már tanultatok. A Brachot traktátusnak azt hiszem az 5. vagy a 6. oldala, 6. lapja, vagy 5. vagy 6. lapja. Tehát ott lehetett tanulni, hogy Dávid király hozzáfordul, akik a Nida törvényével kapcsolatban érdeklődtek valamiről, hogy az illető hölgy az még szenved, tehát még a rituális tisztátalanság állapotában van, a tuma állapotában, vagy rituálisan már tiszta, tehát tahor, ezzel kapcsolatban tudott a Dávid ítéleteket, vagy döntéseket meghozni. Tehát azt mondom, hogy ő alázatot tanúsított Isten törvényeire, mert nem a keleti királyoknak a pompájában mutatkozott, hanem ilyen gyakorlati földi jellegű dolgokkal volt elfoglalva, segítette a hétköznapi embereket. Ezen túl nem csak alázatot mutatott a Tóra iránt, de még a tanulásban is, tudnélik, a éjszakánként mindig megfújt egy bizonyos irányból a szél az ablakán keresztül, mindig befújt. Na most az ágya fölé függesztett egy lantot. Azért, hogy amikor a szél egy bizonyos szögből, talán valami északi oldalról, már nem tudom, de befúj, akkor a ágya fölött lévő lantot pont úgy érje a szél, hogy annak lehessen hallani a hangját, hogy az egy kicsit megpengettessen ilyen módon. Na most, a Dávid király azért így rakta a lantot, mert tudta, hogy ha meghallja a lantnak a hangját, akkor ő automatikusan föl fog kelni. És ilyen módon tud Tórát tanulni. Dávid király azért, hogy éjszaka ne aludjon el, hanem éjszaka is tudjon Tórát tanulni, ezért az ágya fölé egy lantot függesztett. Ez, megint csak látjuk, ez nem ez az úrhatnám attitűd, hanem ez egy nagyon-nagyon alázatos attitűd. És ez még nem lenne elég. Melyik az a király, a fölé mondjuk egy olyan tanárt fogad, akivel mindenben megadó, mindenben elfogadja a döntését.
Most Dávid királynak egy ilyen tanára volt, akinek még a neve is erről árulkodik. Dávid királynak a tanára úgy hívták, hogy Mefiboset. Mefiboset. A me azt jelenti, hogy valamiből, pi az a szájt jelenti, tehát mefi azt jelenti, hogy a szájból, boset az a busa szóra utal a szégyenre. Mefiboset az az ember, akinek a szájából mondjuk úgy valamiféle szégyenteljes tartalom jött ki. Milyen értelemben szégyenteljes? Ez egy kicsit pejoratív van, Cseng. Az, hogy ő mondott rossz dolgokat? Nem. Úgyhogy az, aki hallotta, az érezte magát kicsit szégyenben, vagy az érezte, az szégyelte kicsit el magát. Hogyan lehet értelmezni ugye Dávid királynak és a tanárának Mefibosetnek az esetében? Hát úgy, hogy Dávid király, amikor halakikus döntéssel fordult a Mefibosethez, és megkérdezte, jól döntvényeztem? Jól jártam el az adott halakikus kérdésben? Akkor Mefibosettől, a tanárától egy olyan gazdag, informatív választ kapott, amitől Dávid király elszégyelte magát, hogy neki milyen kis tudása van a mesteréhez képest, és mégis persze elfogadta ugye a mesterének az útmutatását. Tehát azt látjuk, hogy Dávid is ezt a mintát mutatja, ezt a fajta alázatot, az igazság iránti teljes alázatot, a Tóra tartalma iránti teljes alázatot. Na most azt mondjuk, ha a Messiás király egy Dávidházi király lesz, akkor világos, hogy neki is ezt a mintát kell majd követnie, és ezt is tanuljuk, hogy a Messiás király az igazságnak lesz a királya, aki el fogja hozni a földre a végső igazság. Itt nem csak arról beszélünk, hogy megszűnik a földön mindenfajta romlottság, tehát az a fajta romlottság, ami például Szodoma és Gomorra lakóira volt jellemző, vagy az özönvíz idejét megelőzően mondjuk az emberiségre. Tudjuk, hogy ez egy valóban nagyon romlott kor volt, de azt mondjuk, hogy minden olyan igazságtalanság megszűnik, amit akár mondjuk mai igazságtalanságként ismerünk, tehát nem feltétlenül, mint egy végletekig romlott világnak, hanem amit úgy ismerünk, hogy hiányzik belőle az irgalom. Tudni illik. Jog van a világban, de az igazság több a jognál. Az igazság az irgalommal, a kegyelemmel felpuhított jog. A jognak a szó szerinti alkalmazása, annélkül, hogy annak lenne egy mögöttes irgalmas tartalma, az nem az igazság megcselekvése, az csak a jognak a megcselekvése, és ez nem cél. Mindaddig, amíg vannak olyan törvényi rendszerek, amik hiányolják a cedakának az aspektusát, az igazságnak ezen aspektusát, és mint tanultuk, ennek része az, hogy van egyfajta adakozás, van egyfajta pénzbeszolgáltatás, egészen addig ugye nem alapíthatatik meg az igazságnak teljes mértékben ugye a királysága. Mert ez lesz a végső igazságnak a királysága, amikor megváltatunk, és amikor eljön ugye a Messiás királynak az uralma. A múlt órán még beszéltünk arról is, hogy milyen módon lehet a cedakát behajtani, milyen módon lehet a cedakának a beszolgáltatását elérni. Most azt mondjuk, hogy van egyrészt ugye ez egy kötelesség, de ha ez kötelesség, akkor általában arra szoktunk gondolni, hogy van valamiféle törvényi kerete ennek, tehát hogyha valaki nem cselekszik meg, akkor az bizonyos mértékű, bizonyos fokú retorzióban kell, hogy részesüljen. És az az igazság, hogy sokan voltak, akik pontosan így is gondolták, hogy mi tekintve, hogy a cedaka az nem egy konkrét embertől egy másik konkrét embernek szolgáltatandó segítség, hanem ez egy általános, egy közösség felé irányuló kötelezettség. Éppen ezért annak a betartatását is lehet kötelezővé tenni olyan módon, mint mondjuk az adónak a beszolgáltatását, és lehet azt kikényszeríteni. Most érdekes módon minden olyan törvényi dolgot, amit általában valamiféle kényszerítés útján érünk el, ugye azt mondjuk, hogy általában általános jogi dolgokra vonatkoztatunk, kártalanításra, vagy hogy megelőzünk valami kárt, hogy valaki kárt szenvedjen el, mondjuk a jognak a meg nem cselekvése által más részéről. Most érdekes módon, ugye, amikor vallásról van szó, azonban egy kicsit visszásra hangzik elsőre, hogy miért jár egy olyan cselekedetért, vagy egy olyan előírásnak a be nem tartásáért, mint a cedaka megcselekvése, ami látszólag elsősorban etikai tartalommal bír, azt miért lehet mondjuk kényszerítő erővel mondjuk úgy kikényszeríteni? Most ez azért érdekes kérdés, mert még egyszer, általában van egy olyan gondolat például a büntetőjogban is, vagy talán ez jelenti az alapját, hogy azáltal nem a bosszú feltétlen, hanem az, hogyha valaki mondjuk megtesz valami rosszat, akkor utána a büntetés által az illető mondjuk úgy optimális esetben ráébred arra, hogy amit tett az nem jó, van ideje elgondolkodni, és ilyen módon elhatározást tenni, hogy a jövőben másképp fogja ezt csinálni.
Jó, most azért tegyünk egy zárójeles megjegyzést, hogy sajnos tudjuk azt, hogy azért ez így most manapság nem 100%-osan állja meg a helyét, mert egy nagyon közhelyes mondat az, hogy a börtönben képződik ki a következő börtönlakó generáció, tehát ez nem biztos, hogy minden esetben üdvözítő, és már a Szolovejcsik rabbi is ugye ír erről, hogy ez bizonyos esetekben megtörténik. De az esetek kis részében, és a nagy részében nem. Akkor hogyan lehet ezt általános érvényű szabályát tenni, hogy akár kényszerítő erővel is be lehet hajtani a cedakát? Hogyha azt mondjuk, hogy általában véve az ember nem feltétlen fog mondjuk a retorzió által megtisztulni. Továbbra is magában őrzi azokat a vonásokat, azokat a jellem vonásokat, amik arra késztették, hogy ne cselekedje meg a cedaka parancsolatát, ne szorgalmazza a hatóságának a helyreállítását, ne adakozzon. Azt mondjuk, hogy éppen ezért mondjuk azt, a cedakának az etikai tartalma, az, hogy az illető felismeri a világ igazságtalanságát, és a cedaka beszolgáltatása által azt valamilyen módon helyreállítsa, ez csak egy másodlagos aspektusa. Az elsődleges aspektus az, hogy ez egy közösség felől történő kötelesség. Más szóval, vannak a cedakára jogosultak, és vannak azok, akiknek be kell szolgáltatni mindenféleképpen ezt a cedakát. Most ilyen módon a jogosult távol esnek, nem fognak tudni részesülni a cedakából, ami pedig elvileg ilyen módon egy joguk. Egy olyan joguk, amit ugye az igazság, tehát a cedaka által, cedakának a beszolgáltatása által tudnak csak kiaknázni. És ilyen módon pedig, hogyha valaki ezt nem szolgáltatja be, akkor elesik ezen jogának a kiaknázásától. Most beszéljünk egy kicsit hogy mi a metafizikai, transzcendens tartalma ennek a dolognak. Csak szeretnék közben egy fél pillanatra visszamenni. Nézem a felmerült gondolatokat. Csak közben, igen. Közben Jánosnak írom, igen, Izraelben csak rabbinikus, és tehát csak vallási esküvő van. Akik nem szeretnének vallási esküvőt, ők általában Ciprusra szoktak menni, ami egy közeli sziget, és ilyen módon tudnak összeházasodni. Herceg László, a vallás ítélkező, a hit befogadó. Tehát ezt szeretném egy picit artikulálni. A vallás legalábbis a zsidóval úgy a szónak az etikai értelmében nem feltétlenül ítélkezik. A vallásnak vannak elvárásai, amiket be kell tartani, és van bizonyos fokú, ugye a forrásokban látunk bizonyos fokú retorziót, de például és a hit az, hogy befogadó. És mit jelent az, hogy befogadó? Milyen módon kell egy... nem, tehát, hogy nem ez más. A vallás az a hitnek az alkalmazása. A zsidóságban a vallás a hitnek az alkalmazása. Tehát a zsidó vallás az a gyakorlat nélkül nem működik. Nem mondhatjuk azt, ugye azt mondjuk, hogy van a 13 hitelv. Azt mondjuk, hogy így épül fel, ilyen módon lehet közelíteni Istenhez. De ez nem elég. Ez egy jó dolog, hogyha ezt mind megismerjük. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt ismerjük. De az elsődleges a zsidóságban a cselekedet. És ez pedig a valláshoz kötődik. Mert ezt a halakikus rendszer tudja megszülni és megállapítani, hogy milyen módon kell valakinek cselekedni. Általában is egyébként van egy olyan gondolat, hogy a lényeg az ugye, hogy az ember mit tesz. Beszélhet szép dolgokról, lehet élharcos a nemes eszméknek, és közben cselekedhet teljesen ellentétes módon ezzel. A lényeg, ugye pont ezért a zsidó vallásban a cselekedet. Közben látom. Nekem is szerintem sokunknak a szívemben él a törvény. Egy szavakkal elmondhatatlan vágyat érzünk a betérés szinte, vágyunk rá. Már rökkévaló, mint a mágnes vonz és visz a népünkhöz. Bocsánat, ezt most nem láttam. Hogy újra együttünk, én így érzem. Ha így érzed, annak József az egy nagyon pozitív dolog, ennek nagyon örülök. Ezt őszintén mondom. Tanyából tanultuk Anna, hogy nem csak hinnünk kell, hanem tudnunk Istent, azaz megnyilatkozásait. Ez magasabb szint. De mondom még egyszer, a legmagasabb szint az nem Istennek a tudása. Isten tudása az egy segítség ahhoz, hogy könnyebben tudjunk Isten igazságának megfelelő módon, tehát a törvény szerint élni. De az elsődleges cél az, hogy megcselekedjünk valamit. Mondok egy dolgot, és most ez kapcsolódik a zsidó hitelfez is, és az is, amit korábban etikából tanultunk. A zsidóságban az e világnak
bizonyos értelemben jóval nagyobb értéke van, mint a túlvilágnak. Ez vajon miért van? Hogyha azt mondjuk, hogy a túlvilág az annyira magasztos, hogy Istent megtapasztaljuk, szinte látjuk, akkor miért van ennek a világnak nagyobb szerepe? Azért, mert a zsidó vallás azt mondja, hogy mi a cselekedeteken keresztül tudunk valójában kapcsolódni Istenhez. A különbség az, hogy mondjuk az eljövendő világban egy kicsit olyan, mintha látnánk, még egyszer ezt már mondtam ezt a példát, egy szélesvásznú 3D-s mozit, azt érezzük, hogy megnyilvánulását látjuk az örökkévalónak, érzékeljük, azonban meg nem érintjük, mert az ülés távol van a vászontól. Ebben a világban bár vakok vagyunk Istenre, de mégis meg tudjuk fogni. Én azáltal, hogy felhelyezek egy filint, egy imasziat, én azáltal tulajdonképpen Istenhez kapcsolódok, őt fogom meg valamilyen módon. Tehát a parancsolatnak a megcselekvése, az jóval magasabb szintű, az az örökkévalónak az eszenciájához kapcsolódik, amit úgy hívunk acmuténszóf, ami teljes mértékben transzcendens, és ami teljes más mértékben megismerhetetlen, de lehet hozzá kapcsolódni. A másik, ugye amikor a örökkévaló megnyilvánulásáról beszélek, az valamelyest megismerhető, de nem tudok hozzá igazán kapcsolódni. Az igazi kapcsolódás az itt történik ezen a világon, a Földön. Pont ezért van az egyébként, hogy itt a végső stádiuma a zsidóságnak az nem az eljövendő világ, erről egyébként különböző gondolat van, mert Maimonides az eljövendő világot tartja a legmagasabb, vagy a legmagasztosabb jónak, de a legmagasabb szint, ugye általában a zsidóság szerint, az a halottak feltámadásába vetett hit, amikor újra meg lehet cselekedni például a parancsolatokat, ugye? Tehát innen is látszik, hogy maga a cselekedet, ez a legmagasztosabb dolog a zsidóságban, és ez az, amiről beszéltünk egyébként az eudaimonizmusnak a kapcsán is. Hogy mit jelent az, hogy valamit a jutalomért teszünk meg, ami egy görög filozófiai minta, hogy valamit mindig egy bizonyos, mondjuk eudaimóniának a megtapasztalása, tehát a boldogság megtapasztalása véget cselekszünk meg, ez a végső cél a világban, és ennek értelmében pedig bármelyik vallás, mondjuk azzal a mottóval, azzal a szlogennel akarja magához kapcsolni a potenciális híveket, hogy azt mondja, hogy ha velem vagytok, akkor nem fogtok az eljövendőtől szenvedni, vagy részletek lesz a túlvilági mondjuk mindenféle magasztos élményben, ez eudaimónia. Mert ilyen módon azt mondja, hogy a cél az ennek a megtapasztalása, ennek a fajta boldogságnak kicsit a megtapasztalása, emelkedettségnek. A zsidóság viszont azt mondja, hogy bár a proféciák igazak, bár ez lesz a jövő, de nem ez a cél. Ez egy elkerülhetetlen következménye lesz, de maga a cél az a parancsolat megcselekvése. Tehát látszólag az olyan, mintha úgy tűnne a proféciák szavaiból, ha megtartjuk a törvényt, akkor részesülünk abban. Ez igaz is, de ez még csak egy okokozati összefüggés. Ez nem egy etikai állásfoglalás. Ez nem azt mondja, hogy na, azért kell megtartani, hogy eljussunk. Azt mondja, ha megtartod, eljutsz oda. De nem azt mondja, hogy tartsad meg, hogy eljuss oda. Nem. Önmagáért tartsad meg. Azért tartsad meg, mert ilyen módon kapcsolódsz az örökkévalóhoz. Most a parancsolatra gondoltam. A zsidóságot pont az zártsággal tartotta meg 4000 éve. Az asszimiláció sosem lesz 100%, főleg mert tovább asszimilálódnak. A közösség sosem fogadja be őket igazán. Igen, ez egy nagyon jó gondolat. Hozzáteszem, a Komoróczi Gézának van, a Komoróczi Géza professzornak van egy nagyon jó 3, illetve már talán 4 kötetes zsidóság története Magyarországon, vagy tehát a magyarországi zsidóságról szóló 3-4 kötetes, azt hiszem 3 kötet és egy forrásgyűjtemény, tehát és az utolsó kötet az pedig már az elmúlt időszakot vizsgálja, legfrissebb, tehát a holokauszt utáni időszakot, meg század véget, talán még 21. század elejét, ha jól tudom, és ennek a legelső kötetében ugye nagyon jól ír erről a kettősségről, amit egyrészt megvolt mindig az az irányzat, hogy ez a zárt maradjon, és másrészt pedig az asszimilálódásra való törekvése. És valóban nyilván a zártság volt az, ami megtarthatta őket, ami azt a státuszt, azt a vonást, hogy azt mondjuk, hogy zsidók, ezt erre lehetőséget teremtett, hogy folytatódjon. Mindenkinek ajánlom azt olvasni. Hadd menjek tovább. Akinek hite van, megértő. Igen, de én azt gondolom egyébként, László, én most tényleg nem is a vitakedő azért, hogy erről minél többet beszélünk, minél világosabb legyen. Én azt hiszem, hogy ennek nem
egyenes következménye, vagy talán azt mondom, akinek valós hite van, annak az remélem, hogy megértő, ez így van, de megértő valaki, hogy nincsen hite. Ugye? Sőt, úgy is lehet etikusan viselkedni, hogy valakinek nincsen hite. Itt azt mondom, de mondom, itt csak azt szeretem volna hangsúlyozni, hogy a zsidó vallásban, mert más vallásokat nem ismerek annyira, de a zsidó vallásban az elsődleges az a cselekedet. Mert ezek a parancsolatok, már pedig az örökkévalónak az elvárása, ha megnézzük, akkor láthatjuk, hogy azok a cselekedetek, a parancsolat megtartása. Ezért van az, hogy mi állandóan azt a micvát, azt a szót, hogy micva, ami parancsolatot jelent, azt rengetegszer lehet hallani, de azt a szót, hogy machshava, ami gondolatot jelent, az sokkal kevesebbet. Az nem annyira központi, vagy emuna. Fontos szó a zsidóságban, de messze nem annyira fontos, mint a micva. Jó. Ez a megdőlt, ez azt hiszem, hogy mással való párbeszéd, Andrea. Hit nem zárja ki a vallást, de a vallás kizárhatja a hitet. Hit nem zárja ki a vallást, a vallás kizárhatja a hitet. Ne, ezek általános kijelentések, és nem gondolkodtam eddig ezeken ilyen módon, de azt hiszem végül is, hogy amennyire kellett, artikuláltam, hogy világos legyen, ugye. Én nem általában beszélek most a vallásokról és a hitekről, hanem ugye a zsidó álláspontról, ugye erre ez a feladatom itt ennek az órának a keretén belül, de világos, hogy érdemes ezekről gondolkodni. Jó. Jaj, most át kell fordítani valamit. Bocsánat. Jaj. Látom közben, hogy valami átment a kamera. Hogyan kell ezt? Jó, elnézést, ez most már nem először fordul elő, hogy a telefont nyomkodva átkapcsolok a túloldalra, és a falat látjátok. Még egy fél pillanat, elnézést kérek. De úgyis nem saját bőrömön tapasztalom, hogy a hit kizárja a vallást. Hát ez így biztosan, hogy nem igaz, mert ha valakinek van hite, ezzel azt mondanád annak, hogy akkor nem lehet vallása. Márpedig a zsidóság pont azt mondja, hogy dehogy nem, ha hited van, tehát mondjuk azt mondjuk a hit, mi a hit, például van a 13 hited, ezen keresztül meg lehet közelíteni Istent, tehát mondjuk úgy kialakítható a hit. Na most azt mondok, hogy viszont a ideális módon, ha a hitet megszerzi az ember, akkor meg tudja tartani a vallási törvényeket, vagy még inkább meg tudja tartani, mert még nagyobb belátása lesz a cselekedeteknek a fontosságát illetően. Úgyhogy lehet, hogy itt most ez egy, nem tudom, gondolati elsiklás, én legalábbis így látom. János Cipruszi házasságot Izraelben elfogadják? Hát milyen módon fogadják el? Ugye ez egy szekuláris házasság, tehát azt tudom, hogy Izraelben nem olyan házasságként nyilván, mint amilyennek vallási házasságot. Hitből, nem tudom, János, ezt nem szeretnék ilyen nagyzoló válaszokat adni, nem vagyok benne biztos, hogy milyen státuszok vannak a házasságon belül. Hitből van a vallás, Ábrahám a vallást ott hagyta hitből. Ez viszont már egy jó meglátás, László. Én azt gondolom, igen, hogy a vallás az általában a hitből tud kialakulni. Természetesen van olyan is, hogy valaki vallásgyakorló, de még esetleg a hitet azt nem feltétlen, vagy hitelvekkel még nem ismerős, és nem nagyon tud közeledni a hithez. De vallásgyakorló. Például a gyerekek ugye nagyon sokáig még nem alakul ki kritikai gondolkodás. Nem alakulnak ki mondjuk a szülővel szembeni kérdések. És hasonló módon, amikor valaki beleszületik a vallásba, akkor eleinte azért cselekszik meg valamit, ugye kisgyerek, akinek elmondják a Shema Israelt, vagy akire ráteszik a kipát 3 évesen a fejére. Világos, hogy ebben a korban azért a legtöbbeknél még nem istenhitről beszélünk, vagy nem arról az istenhitről, ahogy mi gondolkodunk róla, hanem pont azért, mert mindenki az értelmének megfelelően, akkor történeteket mesélünk. De világos, hogy azért a hitnek az artikulálódása az ugye egy hosszú folyamat, és egy bizonyos ideig talán nem is nyílik ki.
Úgyhogy ezt a megállapítást már szerettem, és így van, Ábrahám bizonyos értelemben nem is kell feltétlenül vallást mondani, mert a vallások mondjuk úgy, egy szokásrendszert ott hagyott a hit miatt Ábrahám. Ez így igaz? Ez már tetszik? Jó, Tamás, lehet, hogy ez is igaz, igen, illetve hát ha te írod, akkor elhiszem, hogy így van. A hit és ahol meghaladja a szellemi képességeit. Nem értem, bocs. Igen, nem, hát itt arról van szó, ugye, én azt hiszem, hogy általában, amikor a vallásról beszélnek, akkor egyfajta szabályrendszerről, vagy mondjuk úgy ilyen ceremonialitásról, nem tudom, hogy létezik egy ilyen magyar szó, de valami ilyesmiről beszélnek, annélkül, hogy az ember valóban átélne esetleg egy lelki elköteleződést. Én azt gondolom, hogy erre gondolnak, és azt mondják sokan, hogy úgy is hihet az ember, hogy közben az nem fűződik bizonyos rituálékhoz. És azt mondom, hogy ez sokan gondolkodnak így, de a zsidóság azt mondja, hogy ha te hiszel, sőt, ha nem hiszel, akkor is cselekedned kell. Tehát azt mondja, hogy a hit a szép, az fontos, az segítheti a cselekedetet. De ha nem hiszel, akkor is meg kell cselekedned. A zsidóság nem ismeri el a jogi státuszát annak, hogy valaki nem vallásőrző zsidó. Tehát az a mondat például, amikor valaki azt mondja, hogy jó, de ez csak a vallásosakra vonatkozik ez a tiltás, ilyen ugye nem létezik, mert nem arról van szó, hogy valaki, pont ez az érdekes a zsidóság státuszában. A zsidóságban valaki beleszületik. És ilyen módon, hogyha beleszületik, automatikusan ezek a törvények vonatkoznak rá. Nem választja a vallást, nem választja mondjuk a hitet, de akkor is a törvények vonatkoznak rá a zsidó vallásjog szempontjából. Az egy más kérdés, hogy ő esetleg ezt nem fogadja, hogy ezt nem cselekszik meg, de a zsidó vallásjog szempontjából ugye nincs külön kategória arra vonatkozóak, hogy valaki hit hívő, tartja a vallást, és ha mégse úgy jár el, mégse ennek a hitnek megfelelően, akkor ilyen és ilyen retorzióban részesül, szemben azzal, aki eleve nem gyakorolja mondjuk a vallást, mert arra nem. Úgyhogy ilyen kettősség nincsen. Mindjárt mondok, hogy milyen kettősség van. Ismerem tényleg jól. Igen, hát gondoltam, Kata, hogy te ismered, ez nem meglepetés. Ábrahám hit nélkül vallást hagyta ott, és lett hit, amiből később vallás. Csak nézem, hogy... Jó, figyeljetek, az az igazság, hogy annyi hozzászólás van, még én nagyon szívesen esetleg később odaszólok, de ezzel most már tényleg egy kicsit elhagytuk az időnket. Viszont újra fogom olvasni a kérdéseket, és azokra talán még írásban is fogok reagálni Facebookon, mert talán az lenne a leg talán az lenne a legjobb, az lenne a leginkább közkincs jellegű, és természetesen ottán lehet folytatni ugye a videó alatt az eszmefuttatást erről, ha ez így rendben van. Azért még egy fél pillanat, megnézem most gyorsan még. Tudjátok mit? Még, amíg látom, hogy még többen itt vagytok, úgyhogy akkor azért folytatnám egy picikét. Annyit mondok, hogy van egy olyan elmélet, a Yamatham a Siach, az a Messiás napjai című könyv, van egy ilyen könyv. És ebben van írva, hogy olyan szempontból van különbség a nem vallástartók és a vallástartók között, hogy elvileg azt mondják, hogy a megváltás azáltal jön el, hogyha csúvát gyakorolnak az emberek, csúvát gyakorolnak a zsidók. Akkor felmerül a kérdés, hogy kiknek a csúvájáról van szó? Hát annyi vallástalan van, hát akkor mikor fog ez eljönni? És van egy olyan álláspont, ami azt mondja, hogy igazából nem azoknak a csúvájáról van szó, akik esetleg elestek a hagyománytól, vagy már nem őrzik, vagy generációk óta olyan helyzetben vannak, hogy egyszerűen nem léptek kapcsolatba, nem kapcsoltak, nem segítettek nekik a valláshoz való kapcsolódáshoz, hanem azokról, akik már ismerik, akik már kapcsolódnak valamilyen módon a valláshoz, és azonban mégiscsak szabad akaratuknál információval ellátott módon döntenek úgy, hogy mégse cselekszik meg, mégsem tesznek csúvát. Tehát ilyen módon van különbség egy picike, mondjuk törvénykezésben, de ez egy álláspont. Azért ez nincs leírva így halakikusan. Jó. Még egyszer, Ábrahám hit nélkül vallást hagyta ott, és lett hit, amiből később vallás, tehát, hogy az első a hit, az befogadó, de ha első a vallás, az általában kirekesztő. Ezek szerintem egy kicsit talán túl általános sarkított megfogalmazások, de értem, hogy azért kevés lehetőség van írásban ezeket úgy kifejteni, mint ahogy nekem ilyen lehetőségem van szóban. A bálványimádó vallást hagyta ott Ábrahám.
Nem. Miért mondod azt, hogy abban nem volt hit? Ez nem igaz. A bálványimádásban van hit. A bálványimádásnak van egy hite. Az a hit, hogy a bálványnak a tárgya az valami különleges erővel fel van ruházva, amivel támogatni tudja az azt imádó, az azt szolgáló embert. Tehát ez itt, ez ilyen módon nem igaz. Ott volt hite, egy másik hite, de nem Ábrahámnak, Teráknak, az apjának. Jó. Van ismerősöm, aki hisz, jön és kizárja az én vallásomat, így gondoltam. Ó! Nézd, ez egy érdekes dolog, mert elvileg ugye azt mondom, hogy például a zsidóság erről a következőképpen gondolkodik. És megint csak maradjunk annál, egy nagyon fontos első mondatot tennék. Nem ítélkezés történik, de amikor a zsidóság azt mondja, hogy a Tóra az Isten igazsága, akkor azt nem szlogenként, azt nem csak hangzatos mondatként fogalmazza meg, hanem valóban így gondolja. Ha valóban így gondolja, az azt is jelenti, hogy ő azt gondolja, hogy a Tóra mindenkinek szól. Tehát az, ami ilyen értelemben mondjuk, hogy letér a Tóra útjáról, vagy a Tóra igazságát tagadja, az ilyen módon azt mondja, hogy nem elfogadható, és nem ítélkezési szinten, hogy nem elfogadhatatlan, mondjuk úgy, hogy nem ezt az utat jelölti ki az örökkévaló. Ilyen értelemben pedig azt mondjuk, hogy, hogy lehet zsidóként, és nem zsidóként is megőrizni a Tórát, de mindenkinek a Tórát kell megőriznie, és nem mást. És a Tórához nem lehet hozzáadni, és nem lehet elvenni. Ez a zsidó vallásnak ugye az álláspontja. Most ez nem azt jelenti, hogy, hogy mondjuk a nem elfogadás, ez egy teljes mértékű intoleranciában kell, hogy megnyilvánuljon. Ez csak annyit jelent, hogy az igazság alatt a Tóra valóban a saját igazságát érti, amit minden embernek be kell tartani, mindenkinek kicsit más. Ha valaki zsidó, azon belül is más kell megtartani a kohénnak és mondjuk a levitának, mint az izraelnek, más kell a nőknek és a férfiaknak, más a bat mitzva és a bar mitzva, tehát különböző törvényi kategóriák vannak, és hasonlóan más kell a zsidónak megtartani, és más kell mondjuk a nem zsidó vallásoknak megtartani. De a Tóra az ilyen értelemben vallásilag egyetemes kötelezettséget von mindenkire. Tamás, a kedves szavaktól még elbízom magam, de nagyon jól esik, nagyon szépen köszönöm. Ábrahám egy politeiskor bálványimádást hagyott ott a teremtőért, én ezt nem nevezném vallásnak. Hát végül is vallás talán, mert valamit vall az illető, de nyilván ugye az, aki mondjuk az egyistenben hisz, az azt gondolja, hogy azért az egy emelkedettebb dolog. De most mondom, én nem feltétlen értékítéletileg mondom, hogy a bálványimádás is vallás, hanem mondjuk úgy definíció szempontjából vallásnak nevezhető, meg kell nézni, mi a vallásnak a definíciója, ha egyáltalán van ilyen. Ha bizonyos szokásoknak, bizonyos mondjuk rituáléknak a betartása, bizonyos viselkedési normáknak, akkor vagy hitnek mondjuk a megvallása, akkor, vagy alátámasztás a cselekedetekben, akkor akár a bálványimádás is lehet. Mert ha én azt mondom, hogy hiszek abban, hogy különleges erővel bír ez a kődarab, és ennek fejében imádom őt, akkor végül is megvan a hitem, megvan a cselekedetem, az, hogy mondjuk meghajlok előtte, Isten ments, hogy így tegyek, de végül is technikailag működik, az egy másik dolog, hogy én nem ezt vallom. Vagy mondjuk, hogy nem ez a vallásom, ugye vallom, vagy vallásom, nem ez a vallásom. Jó? Köszönöm, Kata. Igen, vallás nem csak zsidó lehet. Hát persze, sokféle hagyományrendszer van, sokféle vallás létezik, természetesen. Ez igaz, de fogalom csak későbbi, és tehát imádtak, ami kizárja számomra az igazi vallásosságot és az igaz hitet. Bálványoknak remek dolgok van, rengeteg finom ellenvalót visznek neki a hívők. Igen, óvatosan, mert innen meg rögtön elkanyarodhatunk, Tamás, ezt olvastam, innen meg óvatosan elkanyarodhatunk akár ahhoz, hogy például a zsidóságban sok ideig, amíg a szentélyek által állatáldozatot mutattak be. És azt írjuk, hogy kellemes áldozatul az örökkévalónak. Ugye? Érdekes tehát az, hogy azt mondom, hogy nyugodtan, hogy is mondjam, tehát amíg én nem ismerek mondjuk egy másik valláspont, ezért mondjuk, vagy a bálványimádást ugye valamennyire arról Maimonides ír, milyen bálványimádások vannak, de nagyon sokszor ugye nem is ismerem ugye az adott aktus mögötti tartalmat. Itt például az áldozat bemutatásnál, amit sokan, akik mondjuk nem a zsidó
vallásnak a gyakorlói, de akár lehetne egy gyakorlót, nem szeretnék ilyen kategórikus kijelentéseket tenni, de úgy gondolják, hogy ez valamiféle primitív szokás volt. És vannak olyan magyarázatok, amik ugye azt mondják, hogy márpedig ez is egy fizikaiságban történő cselekvés, minden fizikaiság az egy spirituális tartalomból ered, tehát ilyen módon az állat áldozat bemutatása is egy korábban már létező és egyfajta ok, annak okként szolgáló spirituális tartalomnak a fizikai levetülése. És akkor tanultuk a hitelvek keretében, hogy az állat áldozatnak az elégetése, az mondhatjuk azt, hogy olyan, mint például a lelkünkben lévő állatnak, ösztöni lénynek a feladása, elégetése, mert amikor valamit elégetek, annulálom, megsemmisítem, hasonló módon feladatom az, hogy az ima során, ami ugye a korábbi áldozat bemutatást helyettesíti, az ima során ugyanúgy égessem el, annuláljam a bennem lévő állatot, mint ahogy ugye fizikai értelemben megtették ezt a szentének a fennállása során. Még László Herceg, igen. Akkor nem hitte, hanem hit nélkül vallás van. Jó, azt hiszem, igen, közben viszont a köztes párbeszédekben még nem szeretnék beleszólni, viszont azt gondolom, hogy ez nagyon gondolatébresztő óra volt. Hihetetlenül örülök annak, hogy ennyire részvevők vagytok ebben, hogy tényleg együtt vagyunk az órán, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm minden hozzászólást. Én a felvetésekből mindig szoktam tanulni, ezt nagyon komolyan mondom, segítik az elmének az élezését. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy a mai nap során itt voltatok. Annak, aki másodjára itt volt velem, annak is nagyon szépen köszönöm. És holnap nem találkozunk, viszont holnap után lesz a Bölcsek Élete című előadássorozatnak a folytatása, amikor folytatjuk, ugye a múlt héten abba hagytunk egy forráselemzést, most folytatjuk, Hillelnek és a Samájnak a vezetői pozícióba való emelkedését vizsgáljuk, és fogjuk még egy kicsit tárgyalni a bibliai exegézist is, a Bibliának a kifejtési módjait is. Úgyhogy tartsatok mindenféleképpen velem, szerdán találkozunk, csütörtökön azok, akiknek ez számít, vagy akikre ez vonatkozik, annak mondom, hogy lesz ugye a Zoom óra, szombat törvényei. Én a holnapi naptól kezdve igyekszem akkor hanganyagokat is megosztani azokkal, akikre ez vonatkozik. És ez a Zoom. És akkor pénteken pedig megint heti szakasz kommentár. Most azért írnék ide egy e-mail címet, hogy akinek bármi további kérdése van, gondolata, az írja meg nekem. Vagy írja a közösbe. Az is teljesen jó, az is nagyon jó. Beírom az e-mail címemet, már rég írtam be, és akkor mindenkit bíztatok továbbra is az aktív részvételre, a kérdezésre, a vélemény nyilvánításra. Ilyen módon mindannyian tanulunk. gmail.com. Jó. Kitűnő. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a jelenlétét és a figyelmét. További kellemes estét kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!